Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai vendégünk Kanta József, az MTK Budapest visszavonult labdarúgója. 311 bajnoki mérkőzés és 106 gól után vonultál vissza. Van ezeknek a számoknak jelentősége? Hát adnak egy keretet összességében. Szerintem így a, a, a pályafutásomnak ezek szép számok, de az az igazság, hogyha az MB2-es éveket is ide veszük, akkor azért az közel 400, vagy talán még több is, mint 400 mérkőzés, amit az MTK-ban játszottam. Nyilván ezek számomra egy, egy olyan visszajelzések, hogy, hogy, sokat játszottam, minden edző bízott bennem, az én meghatározó játékos voltam. Ez igazából nekem, nekem, fontosak ezek a számok, szerintem más embereknek nem különösebben. Te meg tudtad ezt fogalmazni magadnak, hogy miért volt az, hogy minden edző bízott benned, és hogy a játékos társaid legalább 90 a de inkább 99 bízott benned, és még a hátad mögött is jókat mondott rólad? Hú, hát ez nyilván egy nagyon jó érzésem megfogalmazni igazából biztos jól csináltam valamit, hmm, ez az, azt ez gondolom. Ez meg most nekem, hogy, <laughs> hogy, hogy mi lehetett az, amit te másképp csináltál, mint azok, akiknek nem így ment a pályafutása? Hát talán a karakterem az, amit, amit értékeltek az edzők, meg látták, hogy én egy ilyen, a pályán abszolút egy ilyen vezető típus vagyok, aki, aki sokat beszél, sokat irányítja szóval is a társait, nyilván tettekkel is irányítottam, meg volt a szerepem a csapaton belül, a pályán, a pályán kívül is, és minden edző úgy gondolta, hogy hasznos vagyok. Nyilván sokat számít, hogy az ember gólt lő, gólpasszokat ad, kiveszi a védekezésből a részét, ezek a szakmai dolgok, de szerintem ez az emberi oldala is benne van, hogy, hogy tudták azt, hogy, hogy én általában a csapatban egy ilyen, egy ilyen biztos, voltam a, a, biztos pont voltam a, a, társak között, akik, akit mindig meg lehetett úgymond találni a labdával. Te fel, szoktad mérni az öltözőben, teljesen tudatosan, hogy ki milyen személyiség, mire alkalmas pályán kívül az öltözőben, illetve a pályán, és ezt, ezt is egy kicsit irányítottad? Érdekesen szoktam, igen, tehát, hogy én egy ilyen tájékozódó voltam az öltözőben is, abszolút sokat beszélgettem a, 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 a többiekkel, volt Ugye igyekeztem odafigyelni, hogyha láttam egyik csapattársamon, hogy valahogy rossz napja van, rosszul reagál valamire, bármire, hogyha hozzászólnak, akkor lehet, lehet érezni ilyenkor, hogy valami probléma van, akkor, akkor oda mentem négy szem közt beszélni, megkérdezni, hogy van-e valami baj, akar-e akar -e róla beszélni. Tehát, hogy igen, én, én úgy érzem, hogy odafigyeltem én a, a társaimra, és igyekeztem tenni és lépni az ügyben, hogy, hogy, hogyha tudok, akkor nyilván segíteni akartam. És ez a civil, vagy eddig mondjuk inkább nevezzük magánéletben is jellemző rád, hogy ilyen vagy? Szerintem igen, abszolút jellemző rám. Szeretek az emberekkel úgymond foglalkozni, most olyan vagyok, hogy, a, hogy bárkivel találkozok, nyilván vagy bemegyek egy boltba, megköszönöm, hogyha kinyitják előttem az ajtót, odafigyelek egy néninek, kinyitom az ajtót. Én, tehát én abszolút úgy gondolom, hogy, a, hogy az életben is egy, a magánéletben is egy, egy másokra odafigyelő ember vagyok amikor az ember saját magáról beszél, vagy, vagy, azon gondolkozik, hogy ő milyen ember, akkor nyilván egy részről tisztában van ezzel, más hogy mennyire tisztelik, hogy mennyire szeretik, hogy mennyire ismerik el. Más amikor ott vagy egy olyan helyzetben, hogy elbúcsúzol, és akkor, és akkor ott vannak körülötted, ami veled történt például az utolsó mérkőzéseden, azt mégsem gondolja az ember, hogy ennyire, ennyire intenzív tud lenni a szeretet és a tisztelet. Te ezt hogy élted meg? Fú, igen, tehát ez elképesztő intenzív volt, azt nagyon jól hogy egy elképesztő intenzív, szeretett áradat volt az elmúlt időszakban, ezután a mérkőzés előtt is egy kicsit, de nyilván egy család meg a, a csapat közelében, de ahogy vége volt ennek a mérkőzésnek, egy, egy olyan szeretett áradat irányult felém, hogy hogy kicsit, kicsit nehézkesen is kezelem ezeket a dolgokat, mert, mert borzasztó jól lesik, de sokszor már sok egy kicsit, tehát az, hogy hogy most nem, akar, nem akarom így, De így fogalmazni, jönni, így így ha ha hogy sok, nem, az csak, hogy tényleg elképesztő mennyiségi üzenet, telefonhívás igen. barátoktól, volt csapattársaktól, ami borzasztó jól esett tényleg, tehát, hogy... hogy volt meglepetés? Igen, volt egy, amit kiemelnék, és ezúton is szeretném megköszönni, hogy gondoltak erre, nem gondoltam volna ilyenre, hogy a Ferencvárostól, a klubtól kaptam egy levelet, amiben gratuláltak a pályafutásomhoz. Pontos adatokkal, hogy hányszor játszottunk egymás ellen, hány gólt szereztem, egy tiszteletüket fejezték ki. Ez, ezt megmondom őszintén, egy ilyen ősi riválistól ö, ö, fantasztikus érzés volt, azt hiszem, hogy ezt mindenki elmondhatná magáról, hogyha kapna egy ilyen levelet a, a egy ősi rivális csapattól. Ez is egy nagyon jó visszajelzés nekem, hogy egy ilyen klub, mint a Ferencváros értékelte az én teljesítményemet, a pályafutásomat és a tiszteletét fejezte ki. Ezután én is nyilván a tiszteletemet szeretném kifejezni. Azt mondtad, hogy amikor végig gondoltad a pályafutásodat, akkor abból indultál ki, hogy ott volt az az ajkai kisrác, aki soha nem gondolta volna, hogy milyen magasságokba fog eljutni, és teljesen elégedett vagy mindazzal, ami történt. Én mégis arra kérlek, hogy egy képzeletbeli dobogót állíts fel nekem, csak három momentummal, amiről azt gondolod, hogy a legbüszkébb vagy rá, hogy a leg, legmagasabb fokára gondolod a, pályafutásodnak, akár az életednek, akár a labdarúgáson keresztül egy, egy magánéleti dolog, akár, akár magán a valamilyen történet? Ö, nem egy könnyű dolog, de nyilván meg, megteszem. 17 év teszem. az egyébként I igen. sem igen. egy könnyű dolog, és ez csak, ez csak az MTK, igaz? I igen, 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 így van. Nézd, hát dobogó fokai, hát nehéz, az elsőre talán a bajnoki, cím, a bajnoki címet tenném, mert nyilván ez egy olyan álom volt, meg sajnos csak egyszer valósult meg, tehát hogy ez egy ilyen különleges, így, így hosszú távon, nyilván ez egy különleges érzés volt bajnoki címet szerezni. Akkor ott a csúcsra értünk, úgymond, ezzel a fiatal csapattal, a Sándor Károly Akadémiáról kívül játékosokkal együtt, az, az, az abszolút a top talán. Hát, utána nyilván most ilyenekbe gondolkozom, hogy, a, hogy fantasztikus érzés volt, ha csak a futballpálya sikerekről vagy nem sikerekről beszélünk, a kupadöntőt játszani, amit sajnos elvesztettünk, az egy bár egy keserű emlék, de mégis egy olyan, amikor MB2-ből kupadöntőt játszott egy akkori top Debrecen ellen, az egy, az egy nagyszerű mérkőzés volt 3-3-mal, ugye 11-esekkel maradtunk, de mégis egy olyan a sorozat is, hogy a videótont a, a elődöntőbe, hogy, búcsúztattuk, az, az talán életem egyik legboldogabb pillanata volt az akkor, tehát hogy egy keserű egy-két év után egy, egy ilyen óriási siker, hogy a döntőbe jutottunk, az, az úgy éreztem, hogy egy kicsit akkor az élet visszaadott valamit. Hát talán én nem, inkább úgy gondolkozom, ebbe, hogy a harmadik hely, de talán lehet, hogy ezt kellene el, elsőre tennem, az, hogy a, a, azok az életre szóló barátságok, amit, amiket a labdarúgás által ö, ö, megtapasztaltam, meg, ö, megvalósultak, hogy ö, hogy olyan emberekkel játszottam együtt, olyan emberekkel ismerkedtem meg, akik, akikre, akikkel tényleg élet, életre szóló barátságokat kötöttünk, és bár lehet, hogy kicsit kevesebbszer találkozunk, de hogyha bármikor találkozunk, akkor olyan, mint hogyha minden nap látnánk egymást, tehát nagyon szeretem ezeket az embereket, akikkel együtt játszottam, és hálás vagyok, hogy a barátságukért. Ha már itt tartunk, mennyire készültél tudatosan a, a második életedre, és mi lesz ebben? Tudatosan készültem, igen, abszolút. A, a edzői pálya felé húzott a szívem, nyilván nehéz elszakadni a labdarúgástól, Egyrészt nem is nagyon foglalkoztat más dolog, hogy a futballon kívüli életben mihez kezdhetnék, az egy nagyon nehéz kérdés. Én úgy érzem, hogy, hogy az edzői pálya az egy ideális választás lehetne nekem és nyilván tettem lépéseket is, tehát gyakorlatilag a licenszeim a pro License kivételével megvan mindenem, tehát el tudom kezdeni, így a, a hála Istennek a, a, klub is vevő erre a dologra, és, és, úgy néz ki, hogy, hogy el tudom kezdeni így a futball után az edzői pályafutásomat is. És azt el tudod már képzelni, hogy, hogy milyen lesz az átállás sportolóból? Hát azt nem mondanám, hogy az edző az egy civil foglalkozás, de mégis egy teljesen más dolog, és hát nyilván a másik oldal. Abszolút a másik oldal, és én ezzel tisztában vagyok abszolút, hogy, hogy ez egy egészen más világ, mint, a, mint labdarúgónak lenni. Tehát itt 20-24 embert kell koordinálni az, hogy figyeljenek rád, hogy hogy át tud adni azt, amit te gondolsz a labdarúgásról, az, hogy hogy adja át az ember, abban nagyon sok, nagyon sok múlik azon, ugye, hogy milyen edző lesz. És nyilván kezdőedző leszek, valószínűleg azért bele kell tanulnom ebbe, én ezt nem, nem, tagadom, tehát nyilván senki se profiként kezdi el, de azt gondolom, hogy van egy nagyon jó alapom, amit a labdarúgással összeszedtem, rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, hogy, hogy én ezt hasznosítani fogom, hasznosítani tudom majd. Kérdeznék most valami olyat, amire nem, nem muszáj válaszolni, de mégis megkockáztatom. Ha megtehetnéd, hogy valakit mentorként, bárkit odaültethetnéd magad mellé, és itt most Magyarországban gondolkozunk, a legjobb formájában, akkor akkor mondanál erre egy nevet? Mentorként? Uh -huh. Hát nézd, nyilván, Garamú Józsi bácsi nekem a... a a top, tehát az a, az, a, az a, tudás, ami neki van. A, a, ha mellettem ülne mentorként, azt hiszem, hogy elég sokat tudna nekem segíteni, valljuk be, de azt gondolom, hogy tehát itt több nevet is tudnék mondani, akik, akik, akik végigkísérték gyakorlatilag a pályafutásomat, ugye Pölöskei Gábort, Teodoru Vasszilis, ugye Cikibát, ők, ők ugye, ők, ők, volt a, ők alkották azt a stábot, amikor bajnokok lettünk például, tehát, hogy olyan tudással rendelkeznek, akik közül bárki ott van mellettem, akkor, akkor már nyugodt vagyok. Én annyira reméltem, hogy a Garami Józsi bácsit mondott, és szerintem az, hogy mondod, és az, hogy őt mondtad, ez, ez annyira sok mindent elmond rólad. Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is örülök, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!